Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ennek a videónak igazán jó címet nem tudtam találni, így az lesz, hogy vegyes kezdetek. Az interneten rengeteg olyan videót találsz, ahol egy disztribúció telepítését mutatják be. Ilyet én nem szoktam csinálni, ennek két oka van. Egyrészt VirtualBox-ba telepíteni, hát eléggé uncsi dolog, meg lehet nézni, hogy hogyan néz ki a felület, hogyan kell telepíteni, de nem igazán az a telepítési mód, hogy egy VirtualBox-ba betelepítünk. A másik egy merevlemezre, SSD-re való telepítéshez kettő darab gép kellene, amelyiken egyiken telepítem, a másik felveszi, és kellene egy külön eszköz is hozzá, nekem ilyen nem nincs. Tehát ez nem az én stílusom, elég sokat találtok az interneten, és használjátok is ki a lehetőséget. Ha a telepítésnél valami problémátok van, vagy egyáltalán nem tudjátok, hogyan kell telepíteni egy disztribúciót, akkor ezeket a videókat meg lehet nézni. Utána vannak olyan videók, amilyet én már csináltam, hogy első lépések, tehát ilyen alap dolgok, ami fontos, hogy megtedd, és tovább tudjál lépni. Ilyet csináltam, az Arch Linux első lépéseket, bemutattam, hogy milyen minimális elvárásokat tesz a program feléd, hogy ezeket állíts be, tedd meg, hogy jó, kényelmes és szép legyen a telepítésed, és különösebb probléma nélkül tud használni. És utána, hát bizony, van egy kész disztribúciód. És elmondják időnként, hogy ezt fel kell tenni, azt fel kell tenni, de alapprogramokat emlegetnek, ilyen a LibreOffice, a GIMP, meg Inkscape, meg esetleg, ha az adott disztribúciónál van olyan extra ingyenes és a disztribúció sajátosságait kihasználó program, amit fel kellene tenni, elmondják. És utána hogyan tovább? Hogyan lép tovább egy kezdő? Tehát van egy szakadék a között, hogy felrakod az alapprogramokat és boldog vagy, és egy haladóbb, egy kényelmesebb és egy jól összerakott program szerkezet egy olyan disztribúció, egy olyan telepítés között, amit te már jó szívvel tudsz használni. És vannak ezekben olyan minimális kis tudnivalók, például a lemezek felcsatolása, amelyekről nem olyan sok videó van, és az embereknek elmarad ez a tudás, nem ismerik. Azaz, induljunk ki egy alapból. Az alapállás az, hogy van egy Linuxod, ami működik, felraktad, nincs hardware gond. Tehát én nem avval szeretnék foglalkozni, hogy hogyan kell beállítani egy videókártyát, ami igazából egy haladó téma, és hogyha nem tudod beállítani telepítés után a videókártyát, akkor nézz utána, állíts be. Tehát nem hardware gondokkal szeretnék foglalkozni, és a következő gondolat, hogy van interneted. Illetve a következő gondolat, hogy van egy tudásbázis kezelő eszközöd. Ez nagyon-nagyon nagyképűen hangzik, de én ezt úgy hívom, hogy vagy a cím nevű eszköz kis jegyzetkezelő, vagy akár használhatod is a lehető legegyszerűbb tudásbázis kezelőt, egy kockás, bocsánat, egy négyzetrácsos füzet, 88 forint mondjuk a Tesco áruházba, meg egy toll, azaz a tudást nem úgy tudod megszerezni, hogy valaminek utána nézel, és 101%-on megjegyzed, hanem jegyzetelni fogsz. És én készítettem sok leírást, sok videót, és azokra fogok hivatkozni. Azaz ezt a videót hallgass meg, nem is kell nézni, mert nem sok bemutatandó dolgom lesz, és menj fel a honlapomra, és az ott lévő összeszedett videolinkek vagy cikk linkeket összenézve, összetanulva próbáld meg végigcsinálni azokat a gondolatokat, amiket én itt most megosztok. A nulladik lépés. Ez a legfontosabb. Ne feledkezz meg erről, ne feledkezz meg erről, mert nagyon sok kezdő itt már kezd elbukni. Ha letörölted a telepítési médiát, jellemzően ez egy pendrive, akkor rögvest készíts most egy újat. Egy új, friss telepítő médiát. Ha megvan, amiről telepítetted tegnap a rendszert, akkor nem kell természetesen. Miért? Miért kell ezt megtenni? Mert hogyha valamit szétbarmolsz a rendszerednél, és előfordulhat, ha nincs telepítési médiát, és csak ez a Linux van a gépeden, és a környéken nincs olyan gép, amivel le tudod tölteni a telepítési fájt, és ki tudod iratni, akkor gondba leszel. Itt van egy géped, és nem működik. Mehetsz a szomszédba, a haverhoz, ahhoz, hogy le tud tölteni az isófájt, és ki tud írni. Készítsd el, mindenképp legyen minden pillanatban egy olyan
pendrive-od, általában ezt szoktuk használni, amivel újra tudod indítani a gépedet, és esetleg rendszeradminisztratív, adatmentési vagy egyéb feladatokat el tudsz látni, hiszen ezek a telepítési médiák, pendrive-ok bizony egy élő Linux rendszert adnak neked, amivel egy kis tudással rendbe tudod hozni a gépeden lévő esetleg legyilkolt rendszert, vagy esetleg azzal a telepítési médiával, evel az élő rendszerrel tudsz internetezni. Nem indul a géped, nem indul a Linuxod. Fogod, bedugod, elindítod pendrive-ról, internetre beköpötyögöd, és utána már ki is jön a megoldás arra a hibára. Nagyon egyszerű, igaz? Begépeled, és megtalálod a megoldást. Kiemelten fontos, erre figyeljünk. És ami fontos, akár grafikus, akár parancsoros megoldások léteznek. Én ebből természetesen azért van ott alul az a nyilacska, már készítettem egy leírást, hát nem fogtok meglepődni azon, ugye, hogy a parancsoros megoldást, ahol mi mindig működik, akkor is működik, hogy a grafikus felület nem indul, azt mutatom be, mert egyszerű, 2-3 parancs szép, egyszerű begépelésével meg tudod készíteni azt az indító lemezt, vagy pendrive-ot, amire szükséged van. Azaz, ezt most gyakorold be, nézz utána, és én azért mondtam, hogy a tudásbázis kezelő jó esetben legyen egy írásos, fizikai dolog, vagy esetleg nyomtasd ki azt a pár parancsot, aminélkül nem tudnál létezni, és legyen meg, mert hogyha éppen probléma van, hiába keresgélsz, hiába kapkodsz, hiába idegeskedsz, ha parancsorból nem tudod elindítani mondjuk a telepítő lemez kiiratását, akkor azért gondod lehetnek. Azaz, írogasd ki egy papírra, egy A4-esre, én négyzetrácsos, spirálos, Tesco gazdaságos füzetet használok. Aki más témába hallgatott, természetesen ismeri ezt a mániámat. Következő lépés, ami legyen az első lépés. Ez fontos. Nagyon-nagyon fontos, hogy fogadd el, hogy a Linux nem Windows. Figyeljetek arra, nem azt mondtam, hogy Winfos, meg egyéb. Erről is csináltam egy cikket, legyetek szívesek elolvasni, hogy miért nem tartom helyesnek a winfosozást, meg az egyéb Windowsra való csúnyamondást. De itt el kell fogadni azt, hogy bizony a Linux nem Windows. Ez fontos. Miért? Mert máshogy kell hozzáállni. Ha Rómába jársz, persze nem most, hiszen most elég sok koronavírus császkál arrafele, de a régi rómaiak azt mondták, ha Rómába jársz, viselkedj már úgy, ahogy a rómaiak. Oké, ha linuxozol, akkor viselkedj úgy, mint a linuxosok. Tehát el kell fogadni, hogy azok a tapasztalatok, egy része, hozzáteszem, a másik része teljesen jól használható, nem használható a Linux alatt. Másképp kell egy picit gondolkodni. Másképpen kell gondolkodni, ha ezt akarod használni. Azaz nehogy elkezdjél olyan rohamot kapni, a csúnyán fogalmaztam, hogy nem ott találom meg a Linux alatt az éppen gombot, amit kell, és akkor nem úgy működik, és ezért a Linux milyen hű, de rossz. Nem. Másképp kell vele hozzáállni. Tanuljuk meg, fogadjuk el lelkileg is. És azt is tanuld meg, és fogadd el, hogy tanulni kell, méghozzá sokat, nagyon-nagyon sokat. Kétféle Linuxos van az én véleményem szerint, legalábbis ebbe a csoportosításba, van az ős Linux, így hívom, az az ember, aki mindenféle programot, parancsorosat, grafikusat kipróbál, érdeklődik, kezeli a rendszert, próbál rajta egy kicsit igazgatni, örül annak, hogyha egy picit kevesebb memóriát használ, vagy esetleg gyorsabban tölt be, vagy esetleg megismer egy új programot. Örül neki, ez az ős Linuxos, aki azért Linuxozik, mert van egy munkafolyamat, amit a Linuxsal el tud végezni, és örül neki, meg tudja nézni a filmet, el tudja készíteni a munkát, és azon kívül még egy érdeklődő is van. És van a másik, én Windowsos Linuxosnak hívom, aki föltesz egy felhasználó barát Linuxot, és utána semmi más nem csinál, csak a grafikus felületen dolgozik. Az is jó, de az lenne az ideális, hogyha te ennél tovább lépnél. Tehát nem csak felteszed mondjuk a Linux mintet, ami egy szuper rendszer, és mind egy effektív Windows-t használod, azt, amit ők adnak, készen adnak, és nem lépsz tovább, nem nézed meg a grafikus felületet, nem nézed meg azt, hogy hogyan tudsz esetleg szebbé, jobbá vagy másfajta felületet, ablakkezelőt, akármit alá tenni, vagy esetleg még eszedbe se jut, és görcsösen menekülsz,
Hadd mondjam ki óvatosan, a termináltól, az sem ördögtől való, terminállal is lehet dolgozni. Azaz egy kicsit más hozzáállás kell a Linuxos használathoz, a Linux megtanulásához, nem Windows. Erre mindenki figyelj. A következő lépés, a második lépés, alaptelepítési programokat ismerd meg. Alaptelepítési programokat ismerd meg. Azaz, hogyan teszel fel, hogyan telepítesz egy programot? Ezt a saját disztribúciót honlapján, illetve én egy pár cikk erejéig megosztottam a gondolataimat, illetve ennek árcs alapú gondolataimat, amivel a telepítési parancsokat meg lehet ismerni. Csináltam videókat is róla, ami azt jelenti, hogy a te disztribúciódnak megfelelő grafikus és parancsoros megoldást is sajátítsd el. Természetesen van olyan rendszer, és a legtöbb disztribúció olyan, oké, van, ami nem ilyen, ne vitatkozzuk, hiszen egy hagyományos árcs alapú rendszeren azért nem biztos, hogy kapásból egy grafikus felületet fogsz kapni, vagy egy saját, kidolgozott telepítési felületet kapsz, és avval tudsz beállogatni programokat, installálni, eltávolítani, de a legtöbb, mondjuk az Ubuntu, a Linux Mint, vagy az MX Linux, például ad gyárilag, sok esetben nagyon szép, sok esetben nagyon jó, és sok esetben nem a legideálisabb, nem a legjobb programokat, amivel te telepíteni tudsz. Arra mennek ki egy-egy, hát hogy is mondjam, felhasználó barát disztribúció, hogy olyan telepítési eszközt, programot adjon, ami szép, grafikus, tele van kis képekkel, leírásokkal, egyebekkel, és nekem az a tapasztalatom, hogy ilyen szoftverbutik, meg egyéb telepítési eszközök, hát nem biztos, hogy fel tudják venni a versenyt az általam Debian alá ajánlott szinaptikkal, vagy esetleg egy-egy parancsoros árcs alapú rendszeren, egy parancsoros árcshoz kidolgozott egyszerű beírogatós parancsal. Ezekről is van egyrészt videóm, egyrészt leírásom, ezeket nézd meg. És ami fontos, hogy legalább egy darab alternatív grafikus telepítő eszközt ismeri meg az alap, számodra alapból telepített grafikus felületen kívül. Miért? Mert hogyha az egyik, hát hogy is mondjam, nem működik, nem olyan gyorsan működik, lefagy esetleg, akkor a másikhoz tudjál fordulni. Én mindenképp azt mondom, hogy a Debian alapú rendszereknél az Aptitude, vagy esetleg a előbb ajánlott program telepítési eszközt, a Synaptikot mindenképp ismerd meg, plusz, és ezt jegyzeteld is ki papírra, hogyha nem indul a grafikus felületen, első időben előfordulhat, hogy valamit belebarmolsz a rendszerbe, és a grafikus felület nem indul, akkor elő tudod venni a jegyzeteidet, és megnézni a parancsoros eszközöket, akár az apt-get-et, akár a pacmakot, vagy a jait, vagy akármi, ami DNF-et, ami éppen menni fog parancsorból is. Légy szíves megtanulni. Ha jól emlékszem, és valóban nem igazán lényeges, úgy emlékszem, amikor írtam a árcs alapú rendszerek programtelepítő gondolatokról, akkor azt hiszem 6 darab olyan parancsort szedtem össze, 6 darab olyan kapcsolót, ami igazándiból mit jelent számunkra? 6 sor. 6 sort kijegyzetelsz, odaírod melléje, hogy mit csinál, és akármi van éppen árcs alapú rendszeren, de Debian alapon is 3-4 olyan megoldás van, illetve kapcsolók vannak, parancsok vannak, amivel fel tudsz telepíteni, vagy el tudsz távolítani egy programot, azaz tudd azt, hogy van egy jegyzeted, előveszed, és bármi van, fel tudsz telepíteni, vagy el tudsz távolítani egy éppen nem kívánt programot. Nagyon jó. A nyilacska itt is azt jelenti, hogy nyilván felbaktatsz a honlapomra, a videó alá belinkelt oldalra, és ezeket a leírásokat, ezeket a videókat megnézed. Azaz, a végén emlegetett Lenini utat, azaz tanulni, 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 itt már jó lenne, hogyha elkezdenéd. A következő lépés, miután tudod azt, hogyha olvasol egy programról, vagy elvár a rendszer egy programot a telepítéshez, azt meg tudod csinálni,
Utána léphetünk tovább. Rakj rendet a gépeden. Ez igen fontos. Rakj rendet a gépeden. Rendezd el a lemezeidet, partícióidat úgy, ahogy neked jó. Ennek két célja van. Az egyik, a hivatalos cél az, hogy megtalálj valamit a gépen. Igaz? Ha a partíciót, a lemez, az SSD-t vagy akármit te felcsatolod, oda, ahova kell. Erről van egy univerzális eszközről videó, nézd meg, hogyan működik, nem szeretnék különösebb sok szót ejteni róla, bizony, akkor megtalálod. Ez a hivatalos verzió. A másik verzió, és hogyha valahogy megpróbáljátok követni az én általam elmondott partíciót ide-oda csatolgassunk, ezt így rendeztem be elvet, akkor meg lesz az a jó dolgod, hogyha telepítesz egy Linuxot, így elhelyezed a partíciókat, lemezeket, akármit, és hát legyilkolod szegény Linuxot, de teljesen. Teljesen legyilkolod, el se indul. Még a grub, tehát az indító eszköz se fog megjelenni, és teljesen megdöglött a Linuxot, akkor se vesztesz el adatot. Elveszted a Linux telepítésedet, a több heti munkádat, hogy beállítottad szépészetileg, meg gyorsaságügyileg, meg egyéb, azt elvesztheted, de a doksiaidat, ha ezt az elvet elfogadod, azokat a csatolási gondolatokat, rendezési gondolatokat, amiket én már 11 nehány éve egy komolyabb adatvesztés után követek, akkor nem lesz gondod. Nem lesz gondod, mert a rendszer partíciót lesikálod, telepíted, honnan telepíted az előbb emlegetett médiáról, mert az bedugod, elindítod, és utána tudod telepíteni. És utána visszacsatolgatod ezeket a partíciókat, vagy lemezeket, és utána boldogan folytathatod a munkát. Dühöngsz esetleg, hogy jaj, Szent Isten, a LibreOffice-nak a 2-3 kiterjesztése, pluginjét, vagy akármiét újra kell telepíteni, meg be kell állítani, hogy hát ha jó lenne, hogyha már magyarul is beszélni, meg egyéb ilyesmi, de adatvesztésed ezzel a gondolattal nem lesz, plusz természetesen a mentésekről is fogok beszélni. Én azt el tudom mondani, hogy miképp raktam össze a partíciókat, logikusan szerintem, és milyen okkal. Azt mindjárt meg is fogom mutatni, hogy én mit, hova csatolgattam, hogyan osztottam el a lemezeimet, illetve partícióimat, és hogyan hoztam létre egy mentési rendszert. Ha nem megfelelően telepítettél, tehát rájössz arra, hogy ebben a pillanatban, hát meghallgattál engemet, és úgy gondolod, hogy mégsem úgy kéne a partíciókat szétosztani, ahogy szétosztogattad, nem oda csatoltad, ahova kell, utólag szoktam egyébként a partíciókat felcsatolni, ezzel a programmal először én telepítem az adott egy darab lemezre, ami a Linuxra van rendelve, és utána fölcsatolgatom ezeket a adattároló egyéb lemezeket, és nincs vele soha semmi gond. Ha véletlenül meggondolod magad, és most ebben a pillanatban egy picit később rájössz, hogy te így, meg úgy, meg amúgy particionáltál, és nem felel meg neked ez, mert más jobb lenne, meg utána is olvastál, ezt mindig mondom, hogy használjátok a Google-nak a csodálatos erejét, hogy bármit meg lehet rajta találni, jót és rosszat is, akkor még mit tudsz tenni? Ebben a pillanatban fogod, lesikálod a Linux-odat, és úgy particionálod újra a lemezeidet, ha egy van vagy kettő, ahogy éppen jó, logikusan gondold át, hogy mit, hova szeretnél elhelyezni, ez a felcsatolás, és utána tedd meg, van róla videó, és légy szíves megnézni. És ami lényeg, ebben a pillanatban még nincs semmi extrém telepítés, semmi extrém beállítás, egy alaptelepítésed van, amit hogyha lesikálsz, mert nem tetszik, akkor természetesen mit vesztesz? Az előző telepítést, semmi egyéb beállítás, semmi egyéb felrakott és bekonfigurált programodat nem veszíted el. Azaz gondold át most, hogy hogyan nézzen ki a géped belülről. És nézzük is meg, hogy nekem ez hogyan néz ki. Nagyon egyszerű, azzal a programmal fogunk átvenni a magyarázatot, hogy miért és hogyan és miért így tettem, amivel ezt meg tudjátok tenni. Van róla videó, meg kell nézni. Nézzük is meg, hogyan állogattam be a lemezeimet, és egy kis magyarázatot tennék. Nyilvánvalóan a lemezeket a lemezek között kellene keresni, lemezek. A leánykori nevét meg tudod nézni, tehát az alkalmazásnak a
terminálba beírandó nevét, hogyha éppen olyan kedved van, hogy onnan indítod, akkor az alkalmazás szerkesztésére kattintasz, majd kapsz egy ehhez hasonló panelt, különböző egyéb helyeken eltérhetnek ezek a panelok, de a GNOME diszket fogjuk használni. Azaz, elindítom a lemezeket, lemezek, és elindul kényelmes. Hogyan osztottam szét, és miért így osztottam szét a partíciókat, lemezeket? Az első gondolat az, hogy a Linux szeretem, ha gyors. Azt hiszem egyértelmű, ezzel lehet vitatkozni, és biztos vannak olyanok, akik a lassú rendszereket szeretik, de én szeretem, ha gyors. Azaz, hol van a helye a rendszerpartíciónak és véleményem szerint a programoknak? A leggyorsabb lemezen. Azért kapta ez a leggyorsabb lemez a rendszerlemez kitüntetést, amit hagyományosan, ahogy a rendszer telepítő szerette volna egy lemezre, szétpartícionált. Én nem kértem swap file készítést, és nem kértem swap partíció készítést, ahogy látni, indító szektor megvan, és a file rendszer, és van neki 7,5 megabájtnyi szabad területe, azaz hagytam úgy, ahogy van, a leggyorsabbra tegyük föl, legalábbis a véleményem szerint, akármilyen rendszered van, akármilyen anyagi helyzetben vagy, nyilvánvalóan nem mindenki kap vagy vesz villámgyors lemezeket, tegye az ő általa elérhető leggyorsabb lemezre a rendszert és a programokat. Ez a legkényelmesebb, azaz nagyon egyszerűen oldotta meg. A többi lemez igazából kényelmi szempontból különböző feladatokra lett kiosztva, azaz a következő merev lemezed látható, hogy audiofájlokat tároló lemez van. Nekem viszonylag sok audiofájlom van, ezért egy külön lemezre raktam rá. Egyszerűen csak azért, mert kényelmes, és nem kellek azzal különösebben gondolkodni, hogy elfér, nem fér el, vagy mi lesz vele. Tehát erre kerültek az adatok, azon része, ami audiofájlokat tartalmaz. A következő egy piros lemez, az önteszt meghiúsult, azaz ez a lemez már az életciklusának az utolsó előtti szakaszában van, az utolsó az, amikor elhelyeződik a gyűjtőbe. Én mit tettem evel? Mivel ugye ez a lemez még működik, és jól működik, nem dobtam ki, hanem első körben a két fele particionáltam, az első felére, az egyik felére, így pontosabb a letöltések kerültek, azaz az összes letöltő eszköz, akár legyen az böngésző, vagy torrent fájt, vagy egyéb, erre fog felkerülni, ezen vannak mindenféle olyan adatok, amik, hogyha úgy gondolja a lemez, hogy holnaptól kezdve ő már nem óhajt működni, bár annak vannak előjelei is, és oda lehet rá figyelni, akkor ezt fogom, és lecsatolom, nincs olyan adat halmaz rajta, aminek az elvesztése kár lenne számomra, azaz ide lejön valami, azonnal szétosztom a megfelelő helyre, és aztán boldog vagyok azzal, hogy bizony, hát jó helyre kerültek, és a torrent, a letöltések szaggatják a lemezeket, tehát sokszor írnak, olvasnak, és bizony egy régebbi lemezért igazából nem kár, a másik pedig a letöltőt, dolgok vannak, filmek, beszkennel, berippelt, bár én szkennelésnek hívom, DVD-im, ezen vannak a filmek, erről megvan a DVD, a CD, mert vannak még olyan filmjeim is, azt hiszem az Ász nevű újságban, de nem biztos, hogy abba, megjelentek ilyen sorozatokba, krimik, egyebek, amiknek a CD mellékletén olyan kellemes kis thrillerek, krimik voltak, és azokat én erre a lemezre rakottam. Mi a helyzet? Ha megpurszan a lemezem, bizony, újra meg tudom csinálni, illetve van róla természetesen mentésem. Nekem majdnem mindenről van. Következő lemez az egy félterrás, 500 giga környéki, 480 gigabájtos elméletileg az a lemez, SSD gyors, ez a látható dokumentum lemez, ami a dokumentum könyvtárban van felcsatolva. Ezen dolgozom. Erre kerülnek azok a dokumentumok, ami munkafolyamata alatt van, vagy megőrzése vannak kijelölve. Pofon egyszerű dolog, ha tönkre megy ő lemez, amire megbeszéltük, hogy a leggyorsabb és a rendszer van, akkor a dokumentumjaim megvannak, hol vannak, itt, ezen a lemezen. Akármi történik ezzel a rendszerrel, tehát teszem azt, jön egy frissítés, szétzilál, mindent újra kellem rakni, megvannak a doksik egy külön lemezen, semmi gond, és be van csatolva a dokumentumok könyvtárba, azaz
egyértelműen meg is fogom találni, újra telepítem, megint fölcsatolom ide, a felcsatolás egyéb ilyenekről a videó már szólt, tehát egy videót belinkeltem a szövegbe, illetve hát a blogomba, hogy megtaláljátok, ennyi, akármi van, megvannak, következő egy merev lemez, ez új lemez, láthatóan nincs, felcsatolva, a neve is, fantáziadús új lemez. Azaz vettem egy viszonylag elfogadható minőséget, nem a legjobbat. Természetesen arra nekem nincs pénzem, hogy egy atombiztos HDD-t vegyek, egy elfogadható minőségű 2 terás lemez, ami nincs felcsatolva, viszonylag új. Ezen van az összes mentés mentése, ezen vannak az összes olyan tükrözött könyvtárak, amiknek az elvesztése, tönkretétele, vagy éppen adatvesztési dolgai gondot okoznának nekem. Azaz időnként erre rámentem a doksiaimat, rámentem a mentést is, amit el szoktam végezni, rámentem azokat a kész munkákat, amik éppen folyamatban vannak, és a későbbiekben szükség lehet rá. Azaz egy olyan lemez, amit akkor csatolok fel, amikor hetente és havonta különböző ciklussal, különböző tényeket, dolgokat mentek, azokat bizony rámentem. Miért van lecsatolva, illetve nem felcsatolva ez a lemez? Mert akármi van, még véletlenül sem tudom felülírni, de nem tudok beletörölni. Természetesen, hogyha nagyon ügyes vagy és belebénázol, felül tudod írni, de egy kicsit védem magam azáltal, hogy én bizony nem csatolom fel. Azaz, le van csatolva, egy mozdulattal visszacsatolom, hogyha kell, és abban a pillanatban már ugyanúgy használhatom. Egy picit biztosabb dolog. A következő lemez a 120 GB-os SSD, ami igazából sejthető, hogy 120 SSD néven fog nálam futni. Fel van csatolva, ez a mentésnek a célállomása. Ide mentem azokat a dolgokat, amelyek a doksik között vannak, és későbbiekben is kellenek. Nagyon egyszerű dolog. Külön van. Akár az egyik, akár az eredeti doksi lemez megsérül, vagy bármi probléma van, esetleg én beletörlök, akkor ezen a lemezen megtalálható értelmes, normális név mellett fel van csatolva a file rendszerbe, és erről mennek azok a szinkronizálós dolgok, ami például MegaNZ, vagy egyéb ilyen adatmentési, megosztási helyre történnek. Azaz van egy mentési lemezem, és utána van egy olyan, hiszen az előbb mutattam, hogy új lemez néven futó, eszközre le van mentve az összes cubehőr, aminek menteni érdemes a tartalmát. Azaz nem fog elveszni a családi képeim, nem fognak elveszni a dolgaim, nem fog elveszni a munkám, remélhetőleg, hiszen 3 darab helyen meg van, illetve pontosítanék 4, mert van egy külső SSD kártyám, ami már eléggé régicske, de legalább arra le tudok menteni, és a géptől távol tudom tárolni. A következő egyértelmű, egy adatmentés, adathordozás, adat fizikai ide-oda mozgatására rendelt USB tároló, azaz egy pendrive 32 GB-os, és utána nyugodtan lehet használni. Kihúzom, bedugom, villámgyorsan működik, és természetesen itt van a másik adatmentési tárolási eszköz, a külső Winchester, azaz próbáljuk meg, ha van több lemezünk, legalább 2, úgy összerakosgatni, hogy a mentéseink, az adataink külön legyenek a rendszertől, ha van erre lehetőség, és ne legyen olyan probléma, hogyha le kell törölni a Linux rendszerünket és újra telepíteni, akkor gondolkodni kell, hogy ezt a könyvtárat mentsünk, azt a könyvtárat, vagy ezt a partíciót, vagy azt a partíciót meg kell hagyni. A legbiztosabb az, hogyha egy lemez, a rendszer lemez, legalábbis a véleményem szerint, a többit meg majd mindenki berakosgatja úgy, ahogy neki megfelel. Hát én nagyjából így rendezem el a lemezeimet, talán segítettem valakinek, ha gondolatot megosztva, esetleg ötletet adtam. Tehát nézzük is meg, hogyan tovább. Oké, negyedik lépés. Negyedik lépés. Frissítés. Felraksz egy disztribúciót, aminek a lemez képét, telepítő képét tegnap leszetted. A legtöbb disztribúció olyan, hogy bizony frissítik. Jön egy hiba, jön egy újabb program, különböző elvek szerint frissítik, különböző disztribúciókat különböző gyorsasággal.
Vannak olyan disztribúciók, mondjuk a MX Linux, ami egy commerce frissítéssel érkezik, aminél az a lényeg, hogy azért nem naponta jön 20-30-40 picike kis frissítés a rendszerhez, ezt is fel kell frissíteni, hiszen azért, ha hetente jön 10 darab, mondtam egy számot, nehogy valaki azt higgye, hogy én számolgatni szoktam, hogy mennyi jön, 10 darab frissítés, azt jó lenne megtenni. És van olyan, például az általam használt Arch alapú Linux rendszer, amihez naponta jön 20-30-40 más az egyik rolling, tehát folyamatosan a legújabb, legújabb dolgokat kapod. Hát nagyjából kicsit, vagy többet tesztelve, de rögtön megkapod. És vannak a commerce-ebbek, például Debian alapú rendszerek, amelyiknek esetleg van olyan, hogy a következő kiadásnak a lezárása talán jövőre lesz. Azaz 2-3-4-5 évente érkezik újabb alapverzió. Tehát van sokféle, van amelyik hosszabban támogatott, van amelyik folyamatosan támogatott, van amelyiknek nincs támogatása, tehát a te rendszeret te raktad föl, te döntötted el, hogy egy hát biztosabb Debian MX alapokat szeretnél, ami egy nagyon letesztelt, de régebbi program, vagy egy Arch alapú rendszert akarsz, ami igazából egy kőkeményen rolling, azaz kijön a program, és lehet, hogy másnap a tegnap kijött programverziót látod a tárolóba, és arra frissíteni akarja magát. Erre figyelj, a frissítést meg kell tenni. Te vagy a rendszergazda, nem Windows, nem Windows, ahol majd központilag kapsz egy jó nagy csomagot, ami amikor éppen rájuk érik, megérkezik, és akkor azt frissíti magát a rendszer. Itt neked kell megtenni. Természetesen vannak olyan kis előugró kis programocskák, akik jelezik számodra, hogy érkeztek frissítések. Én ezeket nem szoktam használni, nekem a rutinom az, hogy én saját magam szeretem megfelelő időközönként lefrissíteni a rendszert, Arch alapú rendszert reggel, amikor leülök, és akkor lefrissítem. Ezeket neked kell megtenni. Azaz, ez disztribúciónként más. Nagyon más. De maximálisan 3 parancsot kell beírni a terminálba. Terminálba? Ismertek engem, aki régebb óta követ, tudjátok, hogy én terminál mániás vagyok, nem kell grafikus felület ahhoz, hogy én egy rendszer frissítést le tudjak futtatni. Sokkal többet kér nekem a terminálba, hogy mi éppen a hepaja, mi nem tetszik neki, vagy mi a hiba, azaz jobban kézbe tudom tartani ezt a pár darab parancsot, amit a frissítésnél, telepítésnél használni kell, írd le. Írd le, hogy te terminálból is le tud frissíteni a rendszeredet. Előfordulhat olyan, főleg egy rolling-up, tehát gyakrabban frissített, a lehető legfrissebb programokat tartalmazó disztribúciónál, hogy a frissítés után hát gond van. Nem indul a grafikus felület, ha pedig nem indul a grafikus felület, akkor mi a probléma? Nem tudsz grafikus programmal frissíteni, nem tudsz hozzányúlni a rendszerhez, ezért a terminálos részt is meg kell ismerni. Ha elolvassátok a Arch alapokról szóló gondolatomat, alapozó gondolatok nagyon-nagyon csak a felszínte kapirgálom, akkor látjátok, nem ördögtől való az a pár sornak a megtanulása. A következő lépés, hát ez disztribúciónként természetesen eltérő, ha felfrissítetted a rendszert, és örülsz neki, hogy életedbe először telepítettél, és a lehető, a disztribúciónak megfelelő lehető legfrissebb rendszerrel rendelkezel, a ideális rendszerrel, akkor mi a következő lépés? Jön az, ami disztribúciónként, tehát terjesztésenként iszonyatosan eltérő. Ha kell, és nem mindenhol kell, a legtöbb helyen igen, a megfelelő plusz tárolók beszerzése. A legtöbb rendszerhez érdemes, véleményem szerint, egy-egy plusz tárolót beilleszteni, mert van az alaprendszer, mondjuk az Arch-nak a saját dolgai, amiben bent vannak az Arch terjesztésnek, az összes dolga, lehető legfrissebb, és van hozzá egy Aur-nak nevezett eszköz, egy felhasználói tároló eszköz, ahova mindenki, aki ért hozzá, és szakember, és megengedik neki, bizony berakja a saját kis programjait, és így kinyílik a világ, nem csak az a szigorúan a disztribúcióhoz tartozó
eszköztárt programkínálatot tudod használni, hanem egyebet is. Ugyanígy megvan a Fedoránál is, ugyanúgy megvan a Debian alapoknál is, ugyanígy hasonló gondolatok mentén leledzenek, például az Ubuntu mint vonalon lévő PPA-nak nevezett tárolók, amiben plusz programok, frissebb programok, újabb programokat fogsz tudni megtalálni. Ez bizony nem egyszerű, mármint maga a folyamat egyszerű, de neked annyit meg kell tenni, lásd a lenini utat, bizony felmész a disztribúciód oldalára, le van írva, hogy milyen egyéb ajánlott tárolók vannak, én arcsalapon megmutattam az egy kapcsolatod egy piszkájuk felkiáltású, és be van kapcsolva az Aur A plusz tároló dolgot, ez azért itt nagyon-nagyon kényelmesen megvan oldva, de a többinél is ilyen egyszerű. Vagy be kell írni valahova valamit, vagy lefuttatsz például a Fedoránál 2-3 parancsot, és utána már a világ kinyílik ilyen szempontból, rengeteg eszközöd lesz. Tedd meg, ne feledkezz meg róla, ezt nem fogják neked elmondani sok helyen, hiszen általában a disztribúció a disztribúcióról szól. És hát valahol le van írva az, hogy bizony vannak plusz tárolók, és azokat miket, hogyan és hogyan kéne bekapcsolni. Keresd meg! És negyedik lépéshez hozzá szoktam tenni, vagy legalábbis hozzátettem most azt, hogy készítsd el a neked megfelelő dokumentum struktúrát. Idáig arról beszéltem, hogy a tárolók legyenek beillesztve, de a saját gépeden is legyen egy olyan struktúra, ami szerint neked a doksiaid megtalálhatóak. Miért fontos ez? Felcsatolgattunk, és megmutattam, hol van a dokumentum könyvtárom, igaz? Az egy külön partíción van, bocsánat, pontosítok, külön 500-as SSD kártyán van, aminek az az előnye, hogyha bármi telepítés, vagy bármi gond van a gépemmel, megfogom, lehúzom a két csatlakozót, az áram, illetve a SATA csatlakozót, és az hot biztos 101%, hogy nem tudom felüliratni a rendszeremet valami tévesen megadott céllal, igaz? Mert hogyha telepítettél már, hiszen éppen Linuxról beszélünk, egy disztribúciót megkérdezi telepítéskor, hogy testvér, hát melyik lemezedre, melyik partíciódra szeretnéd felrakatni ezt a csodálatos Linux rendszert, amit én kínálok? Bizony, én külön lemezen tartom a Linuxot, mármint a rendszert, és külön a doksiaimat, és biztos, hogy nem lesz abból adatvesztés, hogy rossz célra telepítek. Jártam így, nem volt belőle nagy gond, van mentésem, de azért mindenkinek azt ajánlom, hogyha van lehetőség, egy külön lemezen tárolja a fontos doksiait, és ennek megfelelő struktúrája lesz, hát majd nézzük is meg, hogy az enyém milyen, és azt is elmondom, még egyszer elmondom, hogy ez a struktúra azért lett kialakítva, hogy a mentési folyamatot megkönnyítsem, hiszen az adott könyvtárak közül észrevehetitek, hogy azért elég vegyesen vannak a doksi könyvtáramba a alkönyvtárok, tehát a témák, de egyetlen egy előnye van, csak a doksik könyvtáramat kellem lementeni, egybe azt az egy könyvtárat kellem megadni a mentő fájnak, és nem 25 helyről kapirgálja össze a mentésemet. Nézzünk rá, nem túl érdekes, csak azért, hogy úgy el tud képzelni, hogy miről is beszéltem. Oké. Bár igazából nem érdekes, hogy a másik hogyan rakosgatta össze a könyvtár szerkezetét, én gondolatokat osztanék meg, nem így kell, nekem így jött be. Első körben a saját házi könyvtár, a home könyvtáramról beszélnék, be vannak linkelve azok a könyvtárok, amiket automatikusan megkészített nekem, tehát mindenkinek van képek, sablonok, letöltések, egyebek, könyvtár automatikusan, ezeket belinkeltem a megfelelő helyre, azaz átirányítottam a letöltést. Hát beszéltem arról, hogy egy régebbi Winchesterre irányítom az összes letöltést, hogyha az tönkre megy, akkor igazából nem nagy kár érte. Nézzük is tovább, a sablonok nyilván át van linkelve egy sablon könyvtárba a doksik közé, ami számunkra a lényeg, a Go könyvtár a Go nevű programozási felület által készített, és ide be
leforgatott eszközöket tartalmaz, nyilván feltelepíthettem valamikor egy MP3 CAT nevű programot, ami GONY nyelven volt legkönnyebben telepíthető, úgy készült, pár pötyörögés után el is készült. Filmek nyilvánvalóan ide van felcsatolva, a filmek nevű partíció, 120 SSD egyértelmű, a maszkod egyértelmű, aki már látta ezt a kis videót, itt vannak a maszkodnak a program részei, illetve hát azok az adatbázisok, amiben ő tárolja az én kódaljaimat, audio, az audio lemezhez való könyvtár, ide van felcsatolva a fontbáz, ezt ismeritek, ez az Apimidzseknek a tárolóhelye, érdemes megtartani, vagy esetleg át is lehet linkelni, ami számunkra jó dolog, hogy egy helyen tartja az Apimage letöltött és beinstalált dolgokat, és hogyha valami nem kell, ki tudjuk törölni. Audio munka, na hát ez egy olyan könyvtár, és gondolkodjatok el ennek a létjogosultságán. Ha audio, vagy videó, vagy nagyobb fájt vágsz, vagy készítesz, vagy szerkeszesz adatbázisokkal dolgozol, akkor nyilvánvalóan fontos a sebesség. Ez a home könyvtár természetesen a Linux rendszernek a saját része, hova került a leggyorsabb lemezre. Létrehoztam egy olyan könyvtárat az audio vágáshoz, amely a leggyorsabb lemezen van, és ezen dolgozok, villámgyorsá teszi a hagyományos HDD-khez képest. Szerintem lényegesen gyorsabban tudok dolgozni, hogyha erre átmásolom azokat a fájlokat, amivel nekem munkám van. Tehát megnyitás, vágás, egyebek nagyon kényelmesek. A többi nyilván a letöltésekhez vannak belinkelve. A vegyes, ez a vegyes, mivel hogy éppen egy vegyes témáról beszélek, ennek a videónak a tartozékai vannak itt. Miért? Mert vágás közben azért jó lenne, hogyha gyorsan betöltődne, gyorsan megjelenne egy-egy videó részlet, így bizony erre kell feltenni. Itt a dokumentum könyvtáram, ez könyvtárként van jelenleg nyilvántartva, hiszen látjátok itt a kis mappaját, ez a külön 480-as SSD. Annak a struktúrája nagyon egyszerű, van a Doksik könyvtár, azért tettem egy külön könyvtárba, és nem ide a dokumentum alá tettem be, dokumentumok alá tettem be ezeket a mappákat, amiket mindjárt látsz, mert egyszerűen ez az egy darab könyvtár van megadva a dokumentum mentési fájljaimba, azaz abba a scriptbe, illetve abba a programba, amit én használok, azaz egy könyvtárat kell megtenni, alatta természetesen ott van a könyvtár struktúra, amelyiknek a tartalmát szeretném menteni. Látható, teljesen mindegy egyébként, hogy mi mit jelent, az a lényeg, csináld meg azt a struktúrát, ami számodra fontos, helyezd el az összes adat könyvtárodat egy darab a mappa alá, a dokumentumok alá vagy abba tetszik, és akkor menteni könnyű. Látható, nagyon egyszerű, meg fogok találni mindent, én meg fogok rajta találni mindent, és ha ezeket, egyiket ide tenném a letöltések mappába, a Magyar Linux, tehát ezekkel a videókkal, honlapommal, blogommal kapcsolatos adatgyűjtések, egyebek, azok meg a home könyvtárba lennének, hát nyilvánvalóan a fele lehetne a filmek között is, hiszen ezek filmek, vagyis videófájlok, illetve az audiofájlok az audio között lennének, akkor nem találnám meg. Itt minden projektem, ami éppen fut és fontos, külön megvannak, de egy könyvtárba, és ez a lényeg, egyszerre a mentési scriptbe, a mentési programhoz ezt az egyet kell megadni, hogy az egész cubehőr, különböző projektek, mappák, egyebek le legyenek mentve, így soha nem lesz abba a kellemetlen helyzetbe, hogy kimarad valami, hiszen itt azért különböző témák, bár ti nem... Itt különböző témák vannak, bár ti igazából nem tudjátok, hogy mögötte mik vannak, meg mi az, ami számomra azt a projektet adja, de az a lényeg. Különböző témák, rakhatnám az egyiket az audio közé, másik a videók közé, harmadikat a home könyvtárba hozhatnék létre, negyediket egy másik SSD kártyán létrehozhatnák, és utána azokat össze kéne vadásznia a mentő scriptnek, mentő programnak. Ha pedig valami kimarad, az nem lesz mentve. Hiába gondolod azt, hogy ezek közül
a 16 bejegyzés közül 14 könyvtár, a 14 könyvtárból 13-at szépen beírogatsz a mentős scriptbe vagy programmal, megadod, és akkor szépen működik. Amikor a 15. vagy a 14. éppen ki fog maradni, igazán kellemetlen dolog lenne. Azaz próbálkozunk meg úgy összerakosgatni akár a lemezeinket, akár a könyvtárainkat, hogy azok gyorsan kezelhetőek legyenek, gyorsan menthetőek legyenek, és függetlenek legyenek a Linux rendszerünktől. A rendszer önmaga legyen külön, a többi külön-külön-külön lemezen, megfelelő struktúrába, és azon belül a könyvtár struktúrád is legyen olyan, hogy a mentésed, a keresésed és az egyebek természetesen villámgyorsan és hiba nélkül megtehetőek legyenek. Ahogy mondom, ha 100 helyről kell összekapirgálni a mentőscriptnek az adatokat, az meg fogja neked tenni a 100-ból, ha 98-at beírsz, akkor 98-at fog menteni, de 101%, hogy abból a kettőből, amit nem mentesz, abba fogsz beletörölni, és utána újra csinálhatod a munkát. Na lényeg, úgyis értették, hogy miről beszéltem, úgyis hosszú lesz a videó, ezt a témát én itt be is fejezem. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, még egy részt tervezek, hiszen ez egy 11 pontos felsorolás, a következő résszel is igyekszem, hasonlóképpen dumálás lesz, azaz nem arról beszélünk, hogy mit, hol kell beixelni vagy bepipálni, hanem olyan jó kis általános témáról. Ígérem, ez, és a következő lesz ilyen általános téma, és ezen túl is, ahogy szoktam, egy-egy konkrét programot vagy konkrét teendőt fogok bemutatni, nem ilyen dumás videókat készítek. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!